Köszöntöm nézőinket a Stúdió KB április 9-i adásában, melyet a Központi Statisztikai Hivatal és a Bakony Vasút Szövetség felhívásával indítunk. Szuperhősök a természet szolgálatában címmel képregény pályázatot hirdet a Bakonyi Természettudományi Múzeum. A részletek ismertetése után tudósítunk gróf Széchenyi István halálának 161. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzásról. Egészségügyi rovatunkban ezen a héten az óvodás kisgyermek mozgás fejlődéséről, valamint a fejfájásról lesz szó. József Attila összeállítással tisztelegnek a Költészet napja ünnepén a Bakonyi Filmbarátok köre egyesület tagjai. Ezzel a felvétellel zárjuk mai műsorunkat. A Központi Statisztikai Hivatal önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre Zircen a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. Fényképes igazolványon ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre való tekintettel az adatszolgáltatóknak felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérik, hogy a kérdőívek interneten történő önkitöltési lehetőségét részesítsék majd előnyben az érintettek. Az adatgyűjtés két témát is érint. Havi rendszerességgel történik a munkaerőfelmérés, a lakosság utazási szokásairól pedig negyedéves gyakorisággal áprilistól januárig gyűjtenek adatokat. Fontosnak tartják a válaszadást, hiszen az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül összesített statisztikai táblázatokban közlik majd a felmérés készítői. Április 11-től új, sűrített menetrend lép életbe a 11-es számú Győr-Veszprém vasútvonalon. A változás következtében a vasútvonal menetrendi kínálata legalább 50%-kal nő a két megyeszékhely között napi 5 helyet 7-8, a győri elővárosban pedig 9 helyet 12 vonatpár közlekedik. Ez Győr és Veszprém között két óránkénti ütemes, a győri elővárosban munkanapokon ezen felül reggel Győr irányába, délután pedig Győrből Bakony-Szent László irányába óránkénti követést jelent. Az elővárosi forgalomba visszakerülnek a műszakos vonatok, melynek kiesése az elmúlt években rendszeres utaspanaszokhoz vezetett. A két óránkénti közlekedés a Magasbakonyba irányuló turistaforgalom kiszolgálását és megbízhatóvá teszi mind Győr, mind Veszprém felől. Veszprémben a vonatok mindkét irányban a Budapest-Szombathely-Zalaegerszeg távolsági vonatokhoz csatlakoznak, és számos autóbuszos csatlakozást is kialakítottak. Személyvonati csatlakozás biztosított Hegyeshalom felé és Gyárvárosban Budapest felé mindkét irányban, illetve több vonatnál Sopron felé és afelől. A vasútvonalon december óta két megyeszékhely között a korábbinál kényelmesebb szerelvények közlekednek, és egy vonatpár kivételével minden vonatban kerékpár szállító kocsi található. A vasútvonalon regionális díjszabás van érvényben, ami 20%-kal kedvezőbb a szokásos helyközi díjszabásnál, és minden utazási kedvezményre is érvényes. Jegy- és bérletértékesítés Győr és Veszprémben lehetséges.
Reméljük, hogy a kedvező változások hatására a korábbinál sokkal többen tudják majd igénybe venni a térségben a vasúti közösségi közlekedést, mely kedvező alternatívát nyújthat az egyéni közlekedéssel szemben az elővárosi, a távolsági és turisztikai forgalomban egyaránt. Szuperhősök a természet szolgálatában címmel hirdetett képregény készítő pályázatot az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma. A pályamunkák elkészítésére általános iskolások egyéni vagy maximum háromfős csapatainak jelentkezését várják. Találj ki egy olyan szuperhőst, aki a hazai természetvédelem elkötelezett híve, tetteit és szuperképességeit a növények és az állatok védelmének szolgálatába állítja. A szuperhős cselekedeteit képregény formájában kell megjeleníteni. A pályamunkákat június 13-áig várja a múzeum, részletek az intézmény elérhetőségein. Gróf Széchenyi István halálának 161. évfordulójára emlékezett városunk, a Zirci Országzászló Alapítvány és a Széchenyi Kör Zirci csoportja. A koszorúzás a járványügyi rendelkezéseknek megfelelően zajlott le, jelen volt dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője is. Egervölgyi Dezső gondolatait közöljük. Elmékedés a Széchenyi szobornál a 21. századi könyvekről, könyvdarálásról és egyebekről. Leginkább a szellemi lecsúszásról. Az emlékezés a szellem karbantartója. A mi erőnk az emlékezésben, a közös gondolkozásban, az egymásra találásban rejtőzik. A Széchenyi szobornál koszorúzunk és emlékezünk. Pázmány, Zrínyi, Rákóczi, Széchenyi, Prohászka, mindszenti azért írták be nevüket a Nemzet aranykönyvébe, mert a magyarság megmaradásáért hoztak áldozatot. Visszatekintve Európa 21. századának első két évtizedére csak szörnyűségekkel találkozik az ember. Ég a párizsi Notre-Dame. A németek 2018-ban közterületen szobrot állítanak Marxnak, majd 2021-ben pedig Leninnek. És nem elég a szellemi pandémia, még a koronavírus járvány is világjelenség. Közben olyan keresztény ellenesség uralt el a világot, olyan szellemiséget hirdetve és képviselve, mely szembe megy a természettel, az evolúcióval, a normalitással. Ezek után le kell tenni a klasszikusok könyveit, akikből merítettük értékrendünket, és be kell rendelkeznünk védekezésre. Nem is a fizikai, de a szellemi védekezésre, mert a világ, mintha megőrült volna, szándékosan rohan a szakadék felé. És akkor mi történik a 21. század első évtizedeiben? Az LMBTQ-s mesélőkedvű aktivisták megtámadják a 3 és 5 éves korosztályt, hogy szétrombolják emberi mi voltukat, rajtuk keresztül a nemzeted. Ez pedig szándékos gyilkosság. Aki a politikus asszony könyv darálását szörnyű bűnnek minősíti, az nem magyar ember. Nem akar emlékezni arra, hogy a kommunista rendszer nem csak könyveket darált le, de embereket is. Akik ellene szólnak a politikus asszonyféle akcióknak, azok tökéletesen tudják, hogy miről van szó. A gyermeknek drogot adni, azzal tömni, az a társadalmat alapjaiban támadó tevékenység, mert ideológiai és szellemi drog is megrontás és bűncselekmény. A politikus asszony nem csinált mást, mint ami a vele született anyai ösztön természetes megnyilvánulásából következett, mert hiénák, sakálok a sátán állták körbe őt, fogcsikorgatva és üvöltve. Persze tudtam a Rákosi féle indexre tételekről, a könyvek zúzdában történő megsemmisítéséről, majd a kádári időszak alatt a magyar irodalom megcsonkításáról, ami már a könyv égetéssel ért fel. De akkor ki mert szólni?
Igazán nem a könyv ledarálása, elégetése a lényeg. Aki ellene van a könyv megsemmisítésének, az biztos, hogy nem a könyvért ejt könnyet, hanem az eszmeiségért, amit a könyv tartalmaz. Ha a születéskor a dicsőséges francia forradalom hármas jelszavát, majd Marx tőkéjét és a kommunista kiáltványt elégeti a józanabb többség, sok nyomortól és szenvedéstől menekült volna meg az emberiség. Tehát nem a könyvvel, hanem a beleírt és belekódolt szellemiséggel van baj, és ezért kellett ledarálni. A pici 3-5 éves gyermek higgyen a Mikulásban, a Jézuskában, a nyusziban és a mindezekből áradó szeretetben. Mert a szeretetre, a tudományra, melyek az emberiséget szolgálják, erre épüljön a szép új világ. Miért darálták le a könyvet? A gyermeklélek tisztaságának megmentéséért, a keresztény szellemiség megőrzéséért. Miért darálta le Rákosi a könyvet? Hogy megóvják a magyarokat a nacionalizmusoktól, a keresztény métejtől, nemzettudatoktól. Miért csonkították meg az írók műveit, Kádárék? A szocialista szellemiség védelméért, a nemzeti egység lazításáért. Nem a könyvekkel van baj, hanem a tartalmával, mely támadása az ember által évezredek alatt megteremtett kultúrája ellen. Így ítéljük meg a ránk erőszakolt természetes ellenes szellemiséget, védekezzünk az idióták ellen ellentámadással, ha kell, könyvégetéssel. Bízzunk benne, hogy a normalitás győz a természettel, az evolúcióval szembe menők felett, és a rombolás útján újraépül a párizsi Notre-Dame, és ledőlnek a hamis istenek szobrai, hogy Istennek tetsző új életet kezdhessünk. Egervölgyi Dezső gondolatait közöltük. Folytatjuk a gyermekneveléshez, valamint felnőttkori betegségek megelőzéséhez és kezeléséhez segítséget nyújtó egészségügyi sorozat vetítését. A Tanulószoba, minden, amit a gyermek fejlődéséről tudni kell, című összeállítás 7. adásában az óvodás kisgyermek mozgásfejlődéséről lesz szó. A Doktor című sorozat e heti adásában a fejfájás problémájának megoldására keressük a választ a szakember segítségével. A párperces kisfilmeket a Budapesti Ormos Intézet bocsájtotta rendelkezésünkre. Tanulószoba. Minden, amit gyermekünk fejlődéséről tudni kell. Az óvodás gyermek mozgásfejlődése. Köszöntöm Önöket! Míg a korábbi fejlődési szakaszokban az átfordulás vagy a járás mindenki számára könnyen értelmezhető mérföldkövei egy kisgyermek mozgásfejlesztésének vagy fejlődésének, addig az óvodáskorban ezek a mozgások már talán nem ennyire egyértelműek és dekódolhatóak. Mi a jó és mi nem az óvodáskorú gyermeknek? Erről kérdezem Posta Júliát, az Ormos Intézet Képességfejlesztő Központjának szakmai tanácsadóját. De az óvodáskorú gyermek mozgása az már hatalmas szabadsággal bír. Bizonyára megtapasztalták a szülők, hogy az óvodáskorú kisgyereknek már a futása is egészen más lendületű, a járása is, ahogy mondják, levegőssé válik, tehát nem az a kis totyogós, zötyögős, mint amit egy és három éves kora között alkalmazott, hanem sokkal szabadabb, nyugodtabb, könnyebben tud irányt váltani, könnyebben tud szaladásból lassításba átváltani, az eszközhasználata megváltozik, sokkal több eszközhöz tud nyúlni, mint korábban, nem csak labdával játszik, hanem mindenféle egyéb játékeszközzel a játszótéren, illetve a társaival is. A legnagyobb nehézséget az okozza, illetve a szülők számára a legjobban akkor észrevehető a problémája a gyermeknek, hogyha ezeket a mozgásformákat már nem tudja kiterjeszteni. Tehát, hogyha megmarad a 3 éves korú gyermek, az ötyögős járásnál, ha nem tud irányt váltani, ha neki megy a tárgyaknak, hogyha bizonytalan a mozgása, hogyha a térirányokat nem találja el, utasításra kérésre nem abba az irányba indul, amit kértünk, és ehhez hasonló tüneteket tudni sorolni, de nem szeretném most. Ilyenkor mondhatja azt a szülő, hogy hát nem annyira ügyes.
egy kicsit olyan ügyetlen az én gyerekem, és ezzel úgy el is intézik nagyon sokan. Honnan tudja azt a szülő, hogy mikor jön az a pont, amikor már szakemberhez kell fordulni, és a mozgását fejleszteni kell professzionálisan a gyereknek? Hát a kicsit nagyon ügyetlen gyermek az az, aki véletlenül egyszer egy héten leejt egy-két poharat. Ez simán belefér mindenkinek az életébe. Belefér mindenkinek. Igen. De hogyha azt tapasztaljuk, hogy rendszeresen neki megy az asztalnak, a széknek, hogyha a lépcsőn nem tud nagy biztonsággal lefölmenni, kapaszkodva bár, de azért a lábait egymás után tenni. Hogyha nem tud legugolni, majd ebből fölállni, hanem felborul. Ha nem tudja elkapni a labdát, legalább két kézzel magához ölelve, ha nem tud gurítani tárgyakat, akkor érdemes elvinni a szakemberhez, és megnézetni, hogy a mozgás formái vizsgált állapotban milyenek. Hogyha a szülő esetleg elfogult, és azt mondja, hogy hát az én gyerekem így tökéletes, ahogy van, akkor az óvoda szólhat-e ilyenkor? Van-e az óvodának erre lehetősége, hogy jelezze a szülő felé, hogy itt lenne szükség fejlesztésre? A szülői elfogultsággal teljesen egyetértve azt kell mondanom, hogy az óvodának mindenképpen szerepe van ebben. Bizonyára tudják a szülők, hogy az óvónőnek képesítése van arra, hogy a gyermek mozgás fejlődésével kapcsolatban információi legyenek, és adjon a szülőnek ilyeneket. Ő mindenképpen meg tudja állapítani azt, hogy a korosztályi sajátosságoknak megfelelően mozog-e a gyermek, és ha nem, akkor ő neki joga, sőt kötelessége szólni a szülőnek, ugyanis ő jelzőrendszer egyik első tagja, aki jelezheti a szülőnek, mint szakmai tudással rendelkező pedagógus, hogy baj van. És hogyha eljut a szülő és a gyermek a szakemberhez, akkor ott milyen lehetőségek vannak, hogyan lehet fejleszteni ezeket a kisebb lemaradásokat? Ebben az időszakban már a szülők kénytelenek nem csak az óvodára hagyatkozni, ugyanis az óvodában, mint tudjuk, a nevelés-oktatás része a mozgásterápia is, illetve egy csomó más egyéb képességfejlesztés is. Viszont a csoportokban, mint tudjuk, 25-30 fő dolgozik vagy működik egyszerre, és az óvónőnek nincsen erre speciális képesítése. Egy-egy óvodában jó esetben van egy gyógypedagógus, aki többnyire fejlesztő pedagógus, konduktor az szinte nincs, mozgásfejlesztő terapeuta egyáltalán nincs, úgyhogy majdnem mindig magánúton kell a szülőknek ezeket a képességfejlesztéseket megszerezni, elérni. Tehát ne bízzunk abban, hogy a gyermekünk bekerült a rendszerbe, és onnantól kezdve mindenki intéz körülötte mindent, hanem igenis nekünk is továbbra is oda kell figyelni arra, hogy hogyan fejlődik a gyermek, és akár magánúton is segítséget kérni. Így van, segítséget kérni, illetve nagyon fontos meghallgatni azokat a tanácsokat, amiket az óvónők mondanak, hogy a gyermek otthoni fejlesztésével kapcsolatban mi magunk, szülők mit tehetünk. Mi az a pont, aminél már el kell kezdeni aggódni? Ugye említette az elején azt, hogyha két kézzel nem tudja megfogni a labdát. Ez már például egy olyan ok, amiért fejlesztő pedagógushoz kell küldeni a gyereket? Ez már egy olyan ok lehet, igen. Illetve ennél fontosabb az irányváltoztatás képességének a hibája. Tehát, hogyha egy gyermekre azt látjuk, hogy balra kanyarodás közben elborul, vagy fölbotlik a saját lábában, az már egy nagyon komoly problémát jelez. Hogyan lehet otthon fejleszteni a gyermekek mozgását? Mik a lehetőségek? Én azt szoktam javasolni a szülőknek, hogy a természetes környezetbe vigyék ki a gyermeket mindenféle eszköz nélkül. Sokkal egészségesebb a fűben mezitláb járkáltatni, mert az mindenféle észlelési percet, tehát mindenféle taktilis, mozgásos észlelést egyaránt fejleszt. Föl kell mászatni a fára, most viccesen hangzik, de én azt javaslom, hogy a bokrok alá kúszson be, másszon föl a fára, ugorjon bele a patakba, próbálja ki, milyen a kavicsonjárás, essen hasra murváskövön, legyen értelme annak, hogy ő mozog, az ok-okozati összefüggéseket így látja át, a testével tapasztalja meg, és ezeket a gondolkodásába is átviszi. Ezért is elképesztően fontos az, hogy a gyerek mozogjon, menjen, legyen szabad levegőn, és ne feltétlenül a tablet előtt pittyögjön. Így van, a tabletet, azt egyébként is egy kicsit szeretném, hogyha visszafogná minden szülő az otthoni családi használatban, mert a gyerekek gondolkodás és mozgás fejlesztésének nagyon-nagyon rosszat tesz. És ugye nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy az 1 és 7 éves kor közötti fejlesztés, mind értelmi, mind pedig mozgásfejlesztés az egész életére kihat aztán a gyereknek. Köszönöm szépen a beszélgetést! A doktor. Fejfájás, amikor a fejen kívül van az ok. Köszöntöm Önöket!
A fejfájás az egyik leggyakoribb panaszok egyike. Sokszor azt mondjuk, biztos az időjárás miatt van, vagy én migrénes típus vagyok, pedig számtalan más ok állhat a fejfájás mögött. Erről kérdezzük dr. Szegő Pétert, az Orvos Intézet orvosigazgatóját. Doktor úr, ha jól tudom, akkor a fejfájás esetében nem mindig a fejben van az ok. Ez így van, nagyon sokszor. Azt kell mondjam egyébként, hogy körülbelül hát fele-fele, amikor a fejben vagy annak a környékén találunk valamit, meg amikor igazándiból fejen kívül van az ok. Na most a fejen kívül az ok az, hát nyilván mondjuk nem a deáktéri dugó, ami miatt szintén fájhat a fejünk, hanem egyéb olyan anyagcsere eltérések, vagy élettani eltérések, kórélettani eltérések, amik miatt az embernek fájhat a feje. Tehát továbbra is a testünkön belül maradunk. Így van, igen. Hát, az a helyzet, hogy ezekre azért a fájdalomcsillapítók az esetek egy részében talán jók, az esetek egy részében meg inkább nem. Tehát ez lehet egy jel, hogyha a fájdalomcsillapító nem hat a fejfájásra, akkor nem a fejben van a baj. Hát több, mint valószínű, igen. Az a helyzet, hogy vegyük például azt, amikor az embernek magas a vérnyomás és attól fáj a feje. Uh-huh. Az egy nagyon jellegzetes tarkótáji fejfájás tud esetenként csinálni. Tarkótáji fejfájás tud még más is csinálni. Például a tarkon tapadó izmok. Na most, ha beveszünk egy fájdalomcsillapítót és elmúlik, akkor több, mint valószínű, hogy ezek a kis izmok ott a tarkon környéken azok, amik fájnak. Viszont a fájdalomcsillapítóknak van egy olyan rossz hatásuk, hogy az esetek egy részében tovább emelik a vérnyomást. Tehát, hogyha egy fájdalomcsillapítóra nem múlik el a fejfájás, vagy éppen még fokozódik, akkor több mint valószínű, hogy máshol keresendő ez a probléma. De hát számtalan egyéb eltérés tud még fejfájást csinálni. Egy nagyon eklatáns, amit az emberek saját maguknak tudnak többek között például nyáron okozni, hogy hát ugye nyáron tájjellegű az, hogy meleg van általában. És ebben a melegben lehet dolgozni. És amikor az ember dolgozik, akkor rettenetes mennyiséget tud izzadni. Az izzadással, azzal vesztünk folyadékot is, már önmagában a folyadékvesztéstől tud fájni az embernek a feje, de vesztünk iónokat is, és hogyha az ember erre mondjuk csapvizet iszik, és nem ásványvizet, hanem valami alacsony iontartalmú folyadékot, akkor az agyállománya az előbb-utóbb elkezd duzzadni. Hmm. És cefet nagy fejfájást tud például csinálni. Tehát, hogyha csapvizet iszunk, és nem ásványvizet, tehát nyáron jobb például, ásványvizet igen, inni? Mindenféleképpen. Hát az a helyzet, hogyha az ember kihígítja saját magát, akkor olyan folyadék áramlások indulnak meg a szervezetén belül, ami azt fogja eredményezni végső soron, hogy az agyállomány duzzadásnak indul a koponyán belül. És az elképesztően tud fájni. Ezt az ásványvíz kérdést tegyük rendbe, hogy mikor javasolt inkább ásványvizet inni, és mikor sima csapvizet. Yeah. Az ásványvízben lerakódhatnak dolgok, nem tudom. Azért az ásványvizek is egy nagyon szigorú minőség ellenőrzésen mennek keresztül, mire a polcokra kerülnek, mert minőségileg nem nagyon félnék tőlük. Hogy mikor érdemes ásványvizet inni, hát nyilván akkor, hogyha az ember nagyon sokat izzad és nagy melegben van. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az az, hogy tehát pótolni kell iont, amit elveszít. A másik lehetőség az az, hogy mondjuk egy 150 éves bérházban lakik, ahol ólomból vannak a csövek, hát ott nem feltétlenül innék az ólomterhelés miatt például csapvizet. Egyéb esetben amúgy egyébként jó lenne a csapvíz, semmi bajunk nincsen vele, kiváló a minősége, oltja a szomjat, semmi gond. Nyáron esetleg az izotóniás italok is segíthetnek, hogy visszapótoljuk ezeket az ionokat? Bármi, amiben több ion van, mint egyébként. Most ásványvizek között is válogatni kell, tehát azért az ásványvizek egy részét, azt csak úgy hívják, hogy ásványvíz, mert palackozott. De amúgy egyébként meg kell nézni, hogy mi van benne, mert általában a diszkontvizek azok nem minősülnek ásványvíznek sajnos. Mi kell, hogy benne legyen ahhoz, hogy a fejfájás csökkenjen nyáron tőle? Hát elsősorban nátrium. Nátrium. Igen, de most ezek a nátrium csökkentett vizek például pont nem alkalmasak ennek a kivédése. Mindegy, van még számtalan ok, tehát hogyha a fejfájásnak egyébként a nem fejben lévő okát keressük, akkor lehet még, ugye a magas vérnyomás az egy teljesen nyilvánvaló ok, hogyha valakinek ez van, akkor méri meg a vérnyomását, és ha akkor magas a vérnyomása, amikor fáj a feje, valószínűleg lesz összefüggés a kettő között. De hát nagyon sok minden lehet. Még ioneltérések nem csak attól lehetnek, mert az ember kihígította magát, hanem hormonális betegségek is tudnak ilyet csinálni, illetve hát a belső szerveink működési zavara szintén tud fejfájással, szédelgéssel járni, májelégtelenség, veseműködési zavarok, ezek mind tudnak egyébként fejfájást, meg olyan fura érzetet csinálni a fejben. Tehát, hogyha valaki végigmegy a fejfájásnak a diagnosztikáján, és megnéztük azt, hogy a fejében van-e valami, amitől fájhat a feje, és nem, hát akkor körül kell nézni még egy pár helyen. De ezt gondolom nem magányosan otthon kell megtennünk az internet társaságában, hanem érdemes orvoshoz fordulni. Lehet otthon nyomozó munkát végezni, az előbb a magas vérnyomást említettem, a vérnyomásnál elképesztően egyszerű a diagnosztika. Ilyenkor tényleg nagyon egyszerű, fáj a fejem, mérjem meg a vérnyomásomat. Ha magas és fáj a fejem, akkor ott, ha alacsony és nem fáj a fejem, akkor meg. Tehát össze lehet hozni a kettőt otthon is, de aztán csinálni kell vele valamit. Tehát itt az igazi kérdés az, hogy oké, megvan az ok,
Ezt nagyon szépen meg lehet mondani a kezelőorvosnak, ő ennek nagyon fog örülni, hogy egy ilyen nyomozati munkát már otthon megcsináltunk. De aztán jön még a dandárja, mert utána viszont ezeket a dolgokat rendezni kell. Meg akár tévútra is vihet egy ilyen öndiagnózis, hogy én ragaszkodom ahhoz, hogy már pedig emiatt van, és közben lehet, hogy ezer más oka van, tehát az orvosnak mindenképpen körbe kell néznie, fejen belül és kívül is. Van egy kivizsgálási sorrendje, és ilyenkor általában rutinból csinálunk egy laborvizsgálatot, ahol már azért kiderül az, hogyha valami más nagy szervünkben árulás van. Tehát sima laborból azért már nagyon sok mindent ki lehet deríteni. Arra, igen, hogy bármi egyéb probléma van-e. Igen, amikor az ember mondjuk egy magánvérvételre megy, akkor szeret mindent beixelni. Hát a magánvérvétel az egy érdekes dolog. Ezt mi intézeten belül, ezt kicsit módosítottuk is, tudnélik. A magánvérvételére az felel, aki kérte. Tehát ha én kérek valamit a laborban, akkor az az én felelősségem, hogy azzal mi történik utána. Tehát mindig az orvos kérheti a labort. Kérheti magának a beteg is, csak aztán utána vállalja és érte a felelősséget. Tehát én azt mondanám, hogy ha magának kért valaki labort, és abban eltérés van, azt mindenféleképpen meg kell mutatni valaki szakértőnek. Itt is az szokott lenni egyébként a rossz hozzáállás, hogy na nézzük a csillagokat, és akkor végigmegyünk az interneten. Nagyon jó vérvételem volt, 5 csillagos. Semmiképp se adjuk ki a kezelőorvost a diagnózis felállításában. Mindenféleképpen meg kell mutatni valaki szakembernek. Köszönöm szépen a beszélgetést! József Attila összeállítással tisztelegnek a Költészet napja ünnepén a Bakonyi Filmbarátok köre egyesület tagjai. A műsor a nagy költő életútját és költői hitvallásának ívét követi végig verseink keresztül, zenei betétekkel gazdagítva József Attila művészetének szuggesztív hatását. A Vencel Zsuzsanna által összeállított és rendezett műsor különös értéke, hogy a József Attila életműből olyannyira személyekre is tudni szabni a válogatást, amitől az amatőr szereplők kicsit önmagukat is átadják nézőinknek a Költészet napjára emlékező műsorukban. Se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Otthon nem kell senkinek, az ördög vesz meg, tiszta szívvel betűr, ha kell embert is örül, elfognak és felkötnek, áldott földdel ráfölnek, s haláthozó fűterem, gyönyörű szép szívemet. A szívvel betörök, ha kell embert is ölök, elfognak és felkötnek, áldott földdel ráfölnek, s haláthozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Nem én kiáltok, a föld dübörög. Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán. Lapulj a források tiszta fenekére. Símulj az üveglapba, rejtőzz a gyémántok fénye mögé. Kövek alatt a bogarak közé. Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben, te szegény, szegény. Friss záporokkal szívárogja földbe, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon, pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél. Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok, meddő anyánk, gyerekért könyörög. Barátom, drága szerelmes barátom, akár borzalmas, akár nagyszerű, nem én kiáltok, a föld dübörög. A bábok között eladta anyja. Szél, a bábokat most el ne fújt. Különben jó az is. Kis, várat fejét csillámokra hajtja, és alszik vére csöpp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulok haza. Erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangja. És hopp, egy csöpp már a kezemre húlt. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám. De gondolj jól meg. Szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt az izegő szalma. A kancsóba friss vizet hozok be néked, cipődet, mielőtt elmégy, letörlöm. Itt nem zavar bennünket senki. Görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod. Nagy csönd, a csönd. Néked is szólok. Ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek. Melegben levethetsz nyakkendőt, gallért. Ha éhes vagy, tiszta papírt kapsz tányérul, amikor akad más is, hanem akkor hagyd nékem is. Én is örökké éhes vagyok. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg. Bántana, ha azután sokáig elkerülnél. Dolgaim elől rejtegetlek. Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséget, segítenék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítenék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném. Vagy inkább ekeszabad fogva szántanék én is a nyomodba. A szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebben nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a fele varjat, s bármi efféle volna munkád, vélem, az soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék, a vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, és én hosszan mindent elbeszélnék. Fát nevelek, kelő nappal én is kelek, lát. Nem törődök semmi mással, csak a beoltott virággal, lát. Minden beoltott virág kedvesem lesz virágárom, lát. Ha csalán lesz, az se bánom, igaz lesz majd a virágom, lát. Ha már elpusztul a virág, legyen a sírjára, és pipázok, jó híremre jól vigyázok, lát. Nem ér engem veszedelem, magamat is elültetem, lát.
nagyon szeretlek. Ezt még anyámtól örököltem. Áldott jó asszony volt. Látod, a világra hozott. Az életet hiába hasonlítjuk cipőhöz, vagy vegytisztító intézethez. Mégiscsak másért örülünk neki. Naponta háromszor megváltják a világot, de nem tudnak gyufát se gyújtani. Ha így megy tovább, nem törődöm vélük. Jó volna jegyet szerezni, és elutazni önmagunkhoz, hogy bennetek lakik, az bizonyos. Minden reggel hideg vízbe fürdetem gondolataimat, így lesznek frissek és épek. A gyémánból jó meleg dalok nőnek, ha elültetjük a szívünk alá. Akadnak olyanok, akik lovon, autón és repülőgépen is gyalog vannak. Én a pacsirták hajnali énekében heverészek. Mégis túljutottam a szakadékon. Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre. Ezt a széket odább tolni, vonat elé legugolni, óvatosan hegyre mászni, zsákomat a völgybe rázni, vén pókomnak méhet adni, öreg asszonyt cirógatni, jó ízű bablevest enni, sárvan, lábújhegyen menni. Kalapom a sírre tenni, a tavat csak megkerülni, fenekén ruhástul ülni. Csengő habok közt pirulni, napraforgók közt virulni, vagy csak szépet sóhajtani. Csak egy legyet elhajtani, poros könyvem letörülni, tükröm közepébe köpni. Elleneimmel békülni, hosszú késsel mind megölni, vizsgálni a vér, hogy csordul, nézni, hogy egy kislány fordul. Vagy csak így megülni veszteg, fölgyújtani Budapestet. Morzsámra madarat várni, rossz kenyerem földhöz vágni, jó szeretőm megríkatni, kicsi húgát ölbe kapni. S ha világ a számadásom, úgy itt hagyni, sose lásson. Ó, köttető, oldoztató, most e verset megirató, nevettető, zokogtató, életem, te választató. E világon, ha ütsz tanyát, kétszer szüljön meg az anyád. Egyszer szüljön égőházban, egyszer jeges áradásban, egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép búzában, egyszer kongó kolostorban, egyszer disznó közt az olban. Fölsír a hat, de mire mégy? A hetedik te magad légy. Ellenség, ha előtt beáll, hét legyen, kit előtalál. Egy ki kezdi szabad napját, egy ki végzi szolgálatját, egy ki népet ingyen oktat, egy kit úszni vízbe dobtak, egy ki magva az erdőségnek, egy ki ősét bőgve védte, csellel, gáncsal, mind nem elég, a hetedik te magad légy. Szerető után, ha járnál, hét legyen, ki lány után jár. Egy ki szívet ad szaváért, egy ki megfizet magáért, egy ki a merengőt adja, egy ki a szoknyát kutatja, egy ki tudja, hol a kapocs, egy ki kendőcskére tapos, dongják körül, mint húst a légy, a hetedik te magad légy. Ha költené s van rá költség, azt a verset heten költség. Egy ki márványból rak falat, egy ki mikor szülték aludt, egy ki eget mér és bólint, egy ki a szót nevén szólít, egy ki lelkét üti nyélbe, egy ki patkányt boncol élve, kettő vitéz,
és tudós négy, a hetedik te magad légy. S ha mindaz volt, ahogy írva, hét emberként szájos írva. Egy ki teljes kebelt ringat, egy ki kemény mell után kap, egy ki elvet üres edényt, egy ki győzni segít szegényt, egy ki dolgozik bomolva, egy ki csak néz a holdra, világ sírköve alatt mégy, a hetedik te magad légy. Az ember végül homokos, szomorú, vizes sikra ér. Szétnéz merengve, és okos fejével biccent, nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejszesuhanás játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem. Kis teste hangtalan bacog. Köréje gyűlnek szeliden, s nézik, nézik a csillagok. Vas színű égboltban forog a lakkos hűvös dinamó. Ó, zajtalan csillagzatok, szikrát vett fogam közt a szó. Bennem a múlt hull, mint a kő, az űrön által hangtalan. Elleng a néma kék idő. Kard éle csillan. A hajam. Bajszom, mint telt hernyó terül elillant ízű számra szét. Fáj a szívem. A szó kihűl. De hát kinek is szólnék? Föltör elogja az eget a hajnal, s tiszta lágy szavára a bogarak a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára. A csilló könnyűség lebeg. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kislepkék a levelek. Kék, piros, sárga. Összekent képeket láttam álmaimban. És úgy éreztem, ez a rend. Egy szálló porszem el nem hibban. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilág a rend. Nappal volt kél bennem, s a kint van az éj, egy nap süt ide bent. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha, e léha, locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka. Nem dörgölődzik sült lapocka számhoz, szívemhez kisgyerek, ügyeskedhet. Nem fog a macska egyszerre kint, s bent egeret. Akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindenig determinált. Csak ami nincs, annak van bokra. Csak ami lesz, az a virág. Ami van, széthull darabokra. A teherpálya udvaron úgy lapultam a fatövéhez, mint egy darab csönd. Szürke gyomért számhoz, nyers, különös édes. Holtan lestem az őrt, mit érez, s a hallgatag vagónokon árnyát, mely ráugrott a fényes, harmatos szénre konokon. Ím itt a szenvedés belül. Ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég hevül, s te lelketed érzed alázat. Rab vagy, amíg a szíved lázad. Úgy szabadulsz, ha kényedül nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Én felnéztem az est alól az egek fogas kerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövőszéke. És ismét fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, s láttam, hogy a törvény szövedéke mindig fölfestik valahol. Fülelt a csend.
Egyetütött. Fölkereshetnéd ifjúságot, nyírkos cementfalak között képzelhetsz egy kis szabadságot, gondoltam. S hát, amint fölállok, a csillagok, a göncölök úgy fénylenek fönt, mint a rácsok a hallgatag cella fölött. Hallottam sírni a vasat, hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt meghasadt, s csak képzetet lehet feledni. S hogy nem tudok mást, mint szeretni, görnyedve terheim alatt. Minek is kell fegyvert veretni belőled, arany öntudat. Az meg lett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor. Ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja, sem magának, sem senkinek. Láttam a boldogságot én. Lágy volt, szőke és másfél mázsa. Az udvar szigorú gyöpén imbolygott göndör mosolygása. Ledőlt a puha lany tócsába, hunyorgott, röffent még felém, ma is látom, mi tétovázva babrált, pihéi közt a fény. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön meg, és elnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szősz sötétben. Így iramlanak örök éjben, kivilágított nappalok, s én állok minden fülkefényben, én könyöklök és hallgatok. Itt ülök csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege száll. Szoktatom szívemet a csendhez. Nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt, a fej lehajlik, és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét. Homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglepenti szoknyád a szél, és a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzeni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, én újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündér nevetés. Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondormagányt, s a mindenséget. Ki mint vízes és önnörrobajától elválsz tőlem, és halkan futsz tova, míg én életem csúcsai közt, a távol közelében, zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatot szabad őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld, elmémbe, mint a fémbe a savak, ösztöneimmel belemartalak. Te kedves, szép alak. Lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehulnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűl veleng. S a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet, földereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod metsz és alakít. Miféle lélek és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankástájait, s mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe.
Vérköreid, miként a rózsabokrok reszketnek szüntelen. Viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem. S méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve bontva bogját, hogy nedőit sejtje gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cseréi saját dicsőségüket susogják. Az örök anyag boldogan halad benned a beleg alag útjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgó vesék forró kutyain. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sűrög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság. Napsüt, homályló északi fény borong, tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökké valóság. Mint alvat vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjászülnek, napról napra már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiállt, kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágybölcső, erős sír, eleven ágy, fogadj magadba. Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben. Bántja szemem a nagy fényesség. El vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Visszavonat, megyek utánad. Talán ma még meg is talállak. Talán kihül el lángoló arc. Talán csendesen meg is szólalsz. Csobog a langyos víz, fürödj meg. Íme a kendő, törülközz meg. Sül a hús, enyhítse étvágyad. Ahol én fekszem, az az ágyad. Költő vagyok. Mit érdekelne engem a költészet maga? Nem volna szép, ha égre kelne az éj folyó csillaga. Az idő lassan elszivárog. Nem lógok a mesék tején, hörpintek valódi világot, habzó éggel a tetején. Szép a forrás, fürödni abban. A nyugalom, a remegés egymást öleli, s kél a habban, kecsesen okos csevegés. Más költők, mi gondom ezekkel? Mócskolván magukat szedjik, koholt képekkel és szeszekkel mímeljen mámort mindegyik. Én túllépek-e mai kocsmán az értelemig, és tovább. Szabad ésszel nem adom ocsmány módon a szolga ostobát. Ehess, ihass, ölelhess, alhass, a mindenséggel mérd magad. Sziszegves a szolgálók aljas, nyomorító hatalmakat. Nincs alkú, én hadd legyek boldog. Másként akárki meggyaláz, s megjelölnek pirosló foltok, elissza nedveim a láz. Én nem fogom be pörös számat, a tudásnak teszek panaszt. Rám tekint pártfogó ne század, rám gondol szántván a paraszt, engem sejdít a munkás teste két merev mozdulat között. Rám vár a mozi előtt este, suhanc a rosszul öltözött. S hol táborokba gyűlt bitangok, verseim rendjét üldözik. Fölindulnak testvéri tankok szerte dübögni rímeit. Én mondom, még nem nagy az ember, de képzeli, hát szertelen. Kísérje két szülője szemmel a szellem és a szerelem. 32 éves lettem én, meglepetések költem én, csecsebecse. Ajándék melyel meglepem, kávéházi szegletem, magam. 32 évem elszelel, s még havi két tár, sose tel, hazám. Lehettem volna oktató, nem így költől dolgoktató, szegény legény. De nem lettem, mert Szegeden tanácsolt az egyetem, ura. Intelmet gyorsan nyersen ér, ha nincsen apám, versem ér.
szabjával óvca ellenem, ide idézi a szellemem hevés nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanára féltek én, gagyocs ragyó. Ha örül, hol ver a karó, költünk nem nyelvtan tanul, sekély ekély. Én egész népemet fogom, nem középiskolás fogom tanítani. Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis. Magamba bíztam elejtől fogva. Ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp sem többe, mint az állatnak, mely elhult örökre. Ha féltem is, helyemet megálltam. Születtem, elvegyültem, és kiváltam. Meg is fizettem kinek, ahogy mérte, ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszonya játszott velem, hitegetve. Hittem igazán, hadd teljen a kedve. Sikáltam hajót, rántottam az ampát. Okos urak közt játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem. Néha ezt remélem. Akárhogy lesz, immár kész a leltár. Éltem, s ebben más is belehalt már. Csak az olvassa versemet, aki ismer engem és szeret. Mivel a semmibe hajóz, s hogy mi lesz, tudja, mint a jós, mert álmaiban megjelent, emberi formában a csend, s szívében néha elidőz a tigris, meg a szelid őz. A rakodópart alsó kövén ültem. Néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín, s hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova. Zavaros, bölcs és nagy volt a Duna, mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vett, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. S mint édesanyám, ringatott, mesélt, s mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt, s mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök eső módra hult, szintelenül, mi tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen, és nevetgéltek a habok felém, az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mint 100 000 ős szemlélget velem. Látom, amit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell, s ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, övék a jelen. Verset írunk, ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem. Anyám hun volt,
Az apám félig székely, félig román, vattán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elhullás. Ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk, megszólítanak. Megszólítanak, mert ők, én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok, minden ős, az ős vagyok, mert sokasodni foszlik, apám s anyámmá válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én, lelkes egyé, így szaporodom. A világ vagyok. Minden, ami volt, van, a sok nemzetség, mely egymásra tör, a honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Vergőci és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog-e szívben, mely emúltnak már adósa, szelíd jövővel, mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. S rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám. Mint lenge, könnyű lánya odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból, és sok kedves nőből próbálok összeállítani téged. De nem futja már, látom az időből, a tömény tűz elé. Utoljára szabadszállásra mentem. A hadak vége volt, s ez összekúszálódott Budapesten, kenyér nélkül, üresen álta volt. A vonattetőn hasaltam keresztbe. Hoztam krumplit, a zsákban köles volt már. Neked én konok csirkét is szereztem, s te már sehol se voltál. Tőlem elvetted, kukacoknak adtad édes emlőcs magad. Vigasztaltad fiat, spirongattad, s lán, csalárt, hazug volt kedves szavad. Levesen hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad, egyél, nekem nősz nagyra, szentem. Most zsíros nyirkot kóstol üres ajkad. Félrevezettél engem. Ettelek volna meg.
Te vacsorádat hoztad el? Kértem én? Miért görbítetted mosásnak a hátad? Hogy egyengest egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer. Boldoggá tenne most, mert visszavágnék. Haszontalan vagy, nem lenni igyekszel, s mindent elronsz, te árnyék. Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő, ki csal és hiteget. Suttyomban elhagytad szerelmeidből, jajongva szült eleven hitedet. Cigány vagy, amit adtál hizelegve. Mind visszaloptad az utolsó órát. A gyereknek kél káromkodni kedve. Nem hallod? Mama, szólj rá! Világosodik lassacskán az elmém. A legenda óda. A gyermek, aki csüg anyja szerelmén, észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd, hát abba. Ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. Gyermekét ettél. Hiába növesztett 30 csikorgó télen át a kín. Nem tudok járni, s nem ülhetek vesztek. Hozzád vonszolnak, löknek tagjai. Számban tartalak, mint kutya a kölykét, s menekülnék, hogy meg ne folytsanak. Az éveket, míg sorsom összetörték, reázódítja minden pillanat. Etes, nézd éhezem, takarj be, fázom. Ostoba vagyok, foglalkozz velem. Hiányod átjár, mint húzat a házon. Mondd, távozzon tőlem a félelem. Rám néztél, és én mindent elejtettem. Meghallgattál, és elakadt szavam. Tedd, hogy ne legyek így kérlelhetetlen, hogy tudjak élni, halni egymagam. Anyám kivert, a küszöbön feküdtem. Magamba bújtam volna, nem lehetett. Alattam kő is, üresség fölöttem. Ó, hogy alhatnék? Nálad zörgetek. Sok ember él, ki érzéketlen, mint én, kinek szemében mégis könnyered. Nagyon szeretlek. Hisz magamat szintén, nagyon meg tudtam szeretni veled. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Hogy bizonyság vagy erre legalább, az köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz. Ne hódolj és ne hódíts. Ne csatlakozz a hathoz. Maradj fölöslegesnek a titkokat, ne lesd meg. S ezt az emberiséget, hisz ember vagy, ne vesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél. Hamis tanúvá lettél saját igaz pörödnél. Atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten. S romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha, soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál, s így nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez. Vagy vess el minden elvet, s még remény hű szerelmet. Hisz, mint a kutya, hinnél abban, ki bízna benned. Nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze formáló alak, s amire kényszerítenek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Tudod, szívem, mély kisgyerek, ne viszonozd a tagadásom. Ne vakítsd meg a lelkemet, néha engedd, hogy a mennybe lásson. Kinek mindegy volt már a kín, hisz gondjaid magamra vettem, az árnyékvilág árkain most már te örködj én felettem. Intsd meg mind, kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám. Karóval jöttél, nem virággal. Feleseltél a más világgal, aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak, és most így csücsülsz. Mint fák tövén a bolond gomba, így van rád, akinek van gondja, be vagy zárva a hét toronyba, és már sohasem menekülsz. Tejfoggal kőbe miért haraptál? Miért siettél, ha elmaradtál? Miért nem éjszaka álmodtál? Végre mi kellett volna? Mondd! Magadat mindig kitakartad, sebedet mindig elvakartad, híres vagy, hogyha ezt akartad, s hány hét a világ, te bolond. Szerettél, magához kifűzött, bujdokoltál, vajon kiűzött? Győzd, ami volt, ha ugyan győzöd, se késed nincs, se kenyered. Be vagy a hét toronyba zárva. Örülj, ha jut tüzelő fára. Örülj, itt van egy puha párna. Hajtsd le szépen a fejedet. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermektestemet szemmaró füstön szárítottam, bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. Most rezge meg bánás fogát, várhattam volna még 10 évet. Tacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Ifjúságom egy zöld vadont szabadnak hittem, és öröknek, és most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy zörögnek. Íme, hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemet, ki eltemet. E föld befogad, mint a persely, mert nem kell, mi sajnálatos, a háborúból visszamaradt 20 filléres, a vashatos. Sem a vasgyűrű, melybe vésve a szép szó áll, hogy új világ, jog, föld, törvényünk háborús még, s szebbek az aranykarikák. Egyedül voltam én sokáig, majd eljöttek hozzám sokan. Magad vagy, mondták, bár velük voltam volna én boldogan. Így éltem, s voltam én hiába, megállapíthatom magam. Bolondot játszottak velem, s már halálom is hasztalan. Mióta éltem, forgó szélben próbáltam állni helyemen. Nagy nevetség, hogy nem vétettem többet, mint vétettek nekem. Szép a tavasz, és szép a nyár is, de szebb az ősz, s legszebb a tél. Annak, ki tűz helyett, családot már végképp másoknak remél.
Adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Munkatársaim nevében megköszönöm szíves figyelmüket, a viszontlátásra a jövő hét pénteken.